Véget ért a karácsony, ilyenkor gyakori, hogy az önfeledt korlátlan étkezéseknek, illetve a különböző süteményeknek köszönhetően többet mutat a mérleg. Legtöbbször azzal nyugtatja magát az ember, hogy januárban majd leadja a plusz kilókat, azonban általában pár hét elteltével elmúlik az ambíció. Amikor úgy érzi az ember, hogy sokat evett, kicsit nagyobb a tehetségi érzete, és egy pár kiló fölszaladt, akkor teljesen természetes, hogy valamihez köti, és azt gondolja, hogy amikor lemennek az ünnepek, és az utolsó része az ünnepeknek, az természetesen a szilveszter, és éppen ezért egy újévi fogadalmat teszünk, amelyben kevesebb evés van, ez egészen húsvétig szokott eltartani, hiszen azért, ha meggondoljuk, a január és a február, az nincsen olyan ünnepekkel bővelkedően ellátva, mint ahogy egyébként az év többi része. A szakember szerint az új év az új kezdet lehetősége, valamilyen szinten elnyomja az emberek evés utáni bűntudatát. Nagyon érdekes, hogy az emberek általában nem feltétlenül a születésnapjukon fogadnak meg valamit, hanem az év végén, hát miért pedig a születésnapunkon is nagyokat eszünk, hanem sokkal inkább az van benne, hogy az új év valami újnak, valami új reménynek a kezdete, és így mivel egy új reménynek a kezdete, talán most jobb év lesz, mint az előző, és ebben benne van az is, hogy az ember által preferált testképet valamilyen szinten rendbe rakjuk. Kitanics Márk azt mondja, akkor lehet eredményes valaki, ha nem vár az új év kezdetéig, az ünnepek alatt is tudatosan kell étkezni, illetve a testmozgást sem érdemes elhanyagolni. Utóbbi a téli depresszió ellen is jó megoldás.